Egyébként egyetértene önökkel. Senki, egyetlen parlamenti frakció ezzel nem ért egyet. És bizonyára az is elkerült a képviselő úrnak a figyelmét, hogy azt a 3 éves szabályt, ami egyébként már nagyon-nagyon hosszú ideje hatályban van, és egyébként nagyon-nagyon sokan kárhoztatnak minket az Európai Unióban a vonatkozásban, hogy irreálisan hosszúra nyúlnak az előzetes letartóztatásnak az időtartamai. Ennek ellenére nem, hogy fenntartottuk ezt a 3 éves szabályozást, hanem éppen a szocialista kormányzat alatt emelkedette ez a kirívóan súlyos bűncselekmények esetén 4 évre. Tehát valószínűleg ez elkerült a képviselőtársunk figyelmét. Az a helyzet, hogy mi nem a bűnözőket pártoljuk, hanem egy olyan büntetőpolitikát kívánunk megteremteni, és kívántunk megteremteni, amely valóban azt a célt szolgálja, hogy a közbiztonság javuljon, és nem csak szavakban teszi ezt, hanem valóban olyan rendszert alakít ki, ami alkalmas arra, hogy ezt a célt elérje. Az, tisztelt képviselőtársam, hogy Szent Lászlói Szigort sír vissza, meg az, hogy folyamatosan a liberális büntetőpolitikát károsztatja, most már nem csak mi nálunk, hanem a Fidesznél is, akire egyébként ez nem volt eddig jellemző, és azt gondolom, hogy most sem jellemző. Ez egyetlen egy dologra jó, hogy hangulatot keltsen. Mert az emberek szeretik hallani azt, hogy ha ilyen szigorú, akkor legyen még egy fokkal szigorúbb. Aztán következő hónapban az se elég, hanem legyen még annál is szigorúbb. Ezt szeretik az emberek hallani, csak sehova nem vezet, tisztelt képviselő. Ez a probléma az önök hozzáállásával. Köszönöm szépen. Köszönöm. 2 perces felszállással megadom a szót. Volner János képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportjából. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát Bárándi képviselőtársam részére átadnék egy gondolatot. Ez pedig az, hogy szerintünk, és sokan vagyunk így ebbe az országba, több millióan, szerintünk akkor működik jól egy jogrendszer, hogyha többé-kevésbé a bírói ítéletek a társadalom értékítéletével megegyeznek. Nem tudom, hogy miért lenne ez probléma, hogyha megegyező módon szabják ki, többé-kevésbé azonos súlyú büntetésekben részesítik a bíróságok elnökei azokat a bűnözőket, akik eléjük kerülnek. Én ebben abszolút semmilyen problémát és szakmaiatlanságot nem látok. Szerintem ez egy alapvetően értékrendi kérdés. Másik pedig, amikor az előzetes letartóztatás szabályairól beszélünk, hát itt sem lehet egy ilyen nagyon általános masszát csinálni, hát teljesen más az, amikor a közismert keresztapa a luxus villájában, ami 1 milliárd forint érték fölötti, abban tanyázik otthon házi őrizet alatt, miközben súlyos életellenes bűncselekményekkel gyanúsítják, és teljesen más kérdés az, hogy mondjuk házi őrizetben van egy olyan ember, aki előtte még soha semmit nem követett el, volt egy gyorshajtásra, elütött valakit, és emiatt aztán vizsgálják a büntetőjogi felelősségét. Hát nekem a hajam az égnek állna, hogyha mondjuk a szocialisták nyomására mi azonosan kezelnénk ezt a két embert. És megjegyzem egyébként, hogy technikai lehetőségek lennének arra, hogy az ilyen enyhébb súlyú bűncselekményeket elkövető emberekkel szemben, vagy azoknál, akiknál a szökés, elrejtőzés, vagy az összebeszélés veszélye nem áll fönn, bevezetjük akár a műholdas nyomkövető berendezések alkalmazását, bokára csatolható karperecek és egyebek formájában. Tehát ezek tényleges megoldást jelenthetnének Magyarországon is, sokkal olcsóbbá is tennék a fogvatartottak őrzését, észszerűbbé is tennék magát a büntetés végrehajtás rendszerét. Ezeket tehát indokolt volna elterjeszteni, és igen, a Szent Lászlói szigor mellett alkalmazni. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszállással megadom a szót Apát István képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Várendi képviselőtársam, azt szeretném megkérdezni, hogy honnan tudja, hogy senki nem támogatja a mi javaslatunkat. Hát összekeveri a szezont a fazonnal, vagy valami egészen csúnyább dologgal, ezt nem szeretném most itt kiteregetni, illetve megnevezni. Hát most nyújtottam a módosító javaslatot. Most indokoltam meg szóban. Honnan tudja ön, hogy a Fidesz-KDNP mondjuk az LMP válaszát sejtem, az önökét most már megtudtam, hogy fog ehhez viszonyulni? Hát most már nem önök fogják a passzát, nem önök fogják eldönteni, hogy mi lesz a sorsa egy módosító javaslatnak. Másrészt azt is, hadd mondjam el önnek, hogy erőteljes mosoly csalt az arcomra, amikor ön arról beszélt, hogy önök a közbiztonságot javítani szeretnék. Hát tisztelt képviselőtársam, önök az elmúlt 8 évet akkor vagy átaludta, vagy más országban töltötte, vagy módosult tudatállapotban volt. Hát elmúlt 8 évben ebben az országban minden volt, csak közbiztonság nem. De nem akarok önnel személyeskedni, félértés ne essék. Valószínű, hogy eltérő neveltetésünk, eltérő körülmények között szocializálódtunk, ezért most itt ünnepélyesen nagy szeretettel meghívom önt, tegyünk egy kelet-magyarországi túrát. Jöjjön el hozzánk Észak-Kelet-Magyarország, nevezetesen Máté-Szalka környékére. Beszélgessen az emberekkel,
De ne a belvárosi időnként túlművelt értelmiséggel, jöjjön el, és beszélgessen az egyszerű szatmári parasztemberekkel, jöjjön el, és kérdezze meg tőlük, hogy mi a véleményük az elmúlt 8 év büntető politikájáról, és mi a véleményük az önök elmúlt 8 éves ténykedéséről, és nagyon szívesen elkalózolom, jöjjön el, és nézem, ugyanis elhiszem azt, hogy a belvárosból, vagy esetleg a budai hegyekből másnak tűnik a magyar valóság, tisztelt képviselőtársam. De higgye el, hogy a kelet-magyarországi emberek gondolkodása sokkal közelebb áll a miénkhez. Ez bemutatkozott egyébként áprilisban is, amikor a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szabolcs-Szatmár-Berényben úgy elvert önöket, mint jég a határt. Nem csoda, nem csoda, hiszen önök mindent csináltak az elmúlt évben, bámulatos káoszt, azt igen, de közbiztonságot, közrendet nem. Ezért még egyszer kérem önöket arra, tisztelt Fideszes KDNP és képviselőtársai, hogy valóban fontják meg ezt a javaslatot. Annál is inkább most meglepőt fogok mondani, még pár másodperc elnézést, elnök úr, ugyanis beszéltem több olyan Fideszes képviselővel már folyosón, aki bizony szóban támogatta, és semmi akadályát nem látta annak, hogy az életfogytartó szabadságvesztés már a 18. életévtől kiszabható legyen. Köszönöm. Köszönöm. Képviselő úr, 2 perces felszállásra megadom a szót Bárándi Gergely képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hát már kezdtem zavarba jönni Volner képviselőtársam felszólalásánál, hogy ezek szerint önök a mi büntetőpolitikánk mellett érvelnek teljes mellszélességgel, hiszen azok, arról, amiről ön beszélt, hogy nyomkövető rendszerek alkalmazásával lehessen a házi őrizetet megvalósítani, az szintén a mi javaslatunk volt, ami a büntetőeljárásjogi törvénybe beépült. Ugyancsak a mi javaslatunk volt az, hogy az előzetes letartóztatást nem érjék azonos módon különböző bűnelkövetők esetén, ezért differenciált az időtartama, 2 év, 3 év és 4 év lehet, attól függően, hogy milyen jellegű bűncselekmény az, aminek az elkövetésével vádolják a terheltet. Tehát úgy tűnik, hogy a mi büntetőpolitikánk mellett érvel, ez számomra nagyon jó leső érzés. Azonban Apáti István ismét tudatosította bennünk, hogy ez azért ez még sincsen így a Jobbik frakció részéről. Én megmondom őszintén, megtisztelő számomra, hogy engem a túlművelt értelmiségiek közé sorol. Ez egy teljes mértékben elfogadható státusz a számomra, de tudja a képviselőtársam, a túlművelt értelmiségieknek az is tulajdonsága, hogy attól, mert nem élnek ott valahol, attól még információkkal rendelkeznek a terület sajátosságait illetően. Én nagyon szívesen ellátogatok, hogy el is szoktam látogatni például Szabolcs megyébe, vagy például Borsodabaúj Zemplén megyébe, és tájékozódom a továbbiakban is, ahogy eddig is tettem az ottani állapotokról. Az tehát, hogy nem ott élek, nem ott születtem, és nem ott nevelkedtem, nem teszi lehetetlenné azt, hogy ismerjem az ott élő embereknek a problémáját, tájékozódjak azokról. Azt gondolom egyébként, hogy a közbiztonság javítása vonatkozásában nem csak a jogszabályaink tükrözik azt, az elmúlt 4 évben elfogadott jogszabályok, hogy ez fontos számunkra, erre utalt egyébként Répási államtitkár úr is, miszerint is bizonyos szigorítások figyelhetőek, meg igen, erre sajnos szükség volt, hanem az is, hogy a mutatók egyértelműen jobb helyzetet mutatnak, annak ellenére, amit önök állítanak. Köszönöm szépen. A szó Apáti Istváné 2 percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát csak a pontosítás és a történeti hűség, illetve a jegyzőkönyv kedvéért. Valóban beszéltem itt az előbb túlművelt értelmiségről, azt egy szóval sem állítottam, hogy ön ehhez a körhöz tartozik. Ezt a hallgatóság szabad megítélésére bízom, nem sértegetni akarom, mint félretés ne essék, ezt a hallgatóság megítélésére bízom. Másrészt, közelítsük meg ezt tisztelt képviselőtársam egy másik irányból. Önök egyébként alapvetően helyesen, bár talán kis ott már átestek a ló másik oldalára, hogy a közigazgatási bírságok kapcsán jelentősen elkezdték szigorítani, amelyet aztán a jelenlegi kormány is fenntartott, bár némi módosítást azért eszközölt. Ugye a sebességhatár jelentős túllépése, magyarán mondva a gyorshajtáshoz kapcsolódó szankciókat, pénzügyi szankciókat. Akkor ugye azzal érveltek, hogy a jelentős szigorítás, akkor lehet, hogy a Árpádházi királyok bántják, illetőleg nem fér bele az önök politikai profiába, tehát akkor a drákói szigor kifejezést használom az ön kedvéért. Tehát a drákói szigorot hatásos. Úgy gondolják, hogy a speciális, illetőleg az általános prevenció célkitűzéseit a legmagasabb szinten szolgálják. Az a kérdés, hogy akkor a szabadságvesztés büntetések szigorításánál, a kiszabható büntetési tételek felsorolásának megemelésénél, vajon miért nem ez a helyzet? Egy dologban kicsit közelebb van az álláspontunk az eddigi megvitatottakhoz képest, és itt hadd adjak vissza egy régi büntető jogi elvre, vagy büntető joghoz kapcsolódó alaptézisre, mely szerint az valóság, az valóban úgy van,
hogy az elkövetőt önmagában nem a büntetési tétel felső határa, a büntetés szigora tartja vissza az elkövetéstől, hanem ezzel együtt a büntetés elkerülhetetlenségének a tudata. Tehát nyilvánvalóan itt nagyon nagy összhangba kellene a nyomozóhatóságok eredményes munkavégzésének, illetve a kiszabható büntetési tételek megfelelő mértékének. Ha a kettő szinkronba kerül, ha a nyomozóhatóságok munkájának színvonala emelkedik, akkor nyilvánvalóan valóban javulni fog a közbiztonság, csak önök a nyomozó hatóságok működését is lezüllesztették, mind mennyiségi, mind minőségi szempontokból, ezért nincsen a Kelet-Magyarországon normális közbiztonság. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, rendes felszólásra megadom a szót Galdi Nagy Tamásnak, a Jobbik képviselőjének. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház. Színes minden részletre kiterjedő vita után szeretnék most egy kicsit a tömjavaslat egyes olyan elemeire koncentrálni, amelyek elfogadhatók és jók, egyesek, amelyek nem fogadhatók el, és szigorítást indokolnak, ahogy Apáth István képviselőtársam is jelezte, illetve amelyek kimaradtak belőle, talán ezek a legsúlyosabbak egyébként, bár ugye emlékszünk államtitkár úr szavaira a tegnapi alkotmányi bizottság ülésen, mely szerint ugye ideiglenes szabályként apostrofálta is valóban a jövő évre, ugye egy általános büntetőtörvénykönyvi reform kilátásba helyezéséről beszélt. Én nagyon remélem, és már most ez helyett is kérem az igazságügyi kormányzatot, hogy ezt tényleg, ha valóban komolyan gondolják, akkor vonják be ebbe az összes olyan szakmai szervezetet, amelynek a szava ebben súllyal bír, különösen ugye akár a saját hivatásrendünkre gondolunk, ugye ügyvédként az ügyvédi kamarák, de minden más olyan szakmai bírói szervezet, és ügyészi szervezet bevonását is, amelyek nélkül azt gondolom, hogy egy jó és iránymutató, és valóban egyébként a társadalom védelmét szolgáló és érdekeit szolgáló büntetőtörvénykönyv nem fog tudni megszületni. Tehát annak nincs értelme, hogy valóban toldozgassuk, foldozgassuk ezt a sokat már így is cizellágatott törvényt, hanem valóban egy egységes szemléletnek kell áthatnia, mégpedig azt, hogy valóban az áldozatok védelmét kell előtérbe helyezni, és a rendszernek úgy kéne működnie, és tulajdonképpen ezt látjuk azért a jelenlegi javaslatban pozitív erényként, hogy megpróbálja azért a belső ellentmondásokat és a valós kívülről megjelent, akár alkotmánybírósági határozat, akár Európai Uniós kötelezettség, akár pedig egyszerűen egy szakmai mondjuk követelés, például a tanúk védelmének, a tanúk adatainak az átkezelése, tehát ezeket a szabályokat azért is erre nyitottságot mutat a most az igazságügyi kormányzat, ez mindenképpen üdvözlendő, és nem abba az irányba megy a javaslat, mint amelyről sajnos az előző felszólásomban már itt beszéltem, mely szerint az előző kormányzat ugye politikai motiváltságú büntető jogpolitikájának akár súlyosítását is ugye eredményező döntést hoztak, hát emlékezünk a Lex Gárda törvényjavaslatnak ugye a törvényerő emelése és egyben súlyosításáról is, ugye amelyben a társadalmi szervezetben résztvevő személyeket, akik ugye nemzeti elkötelezettséggel dolgoztak egy ügyért, és nem minősülnek ugye a betiltott szervezet tagjainak, ugye most már 150 ezer forint pénzbüntetéssel és elzárással lehet büntetni. Én nagyon remélem, hogy eljutunk oda, hogy majd ebben az újra gondolt büntetőpolitikában már ilyen jogszabályoknak nem lesz helye, nem lehet helye, mert ez az egyesülés jog alapvető korlátozását, megsértését jelenti. Szeretnék egy olyan témáról beszélni, ami ugye a kimaradt kategóriába tartozik viszont, mégpedig a előzetes letartóztatással kapcsolatos kártalanítás intézménnyel. Előzetes letartóztatás és lakhelyezési tilalom olyan alkalmazás esetén, amikor ugye felmentik a érintettet, vagy megszüntetik az eljárást, a büntetőeljárási törvény 583. paragrafus első bekezdése ugye biztosítja a kártalanítás lehetőségét. Ugye ez a jogszerű fogvatartás, vagy személyes szabadság korlátozás esetén járó kompenzáció, amit az állam részéről a polgári törvénykönyv szabályai szerint kell biztosítani. Nagyon régi sérelem a szakmában, és főleg az érintettek részéről az, hogy jelenlegi szabályozás 6 hónapos jogvesztő határidőt ír elő ennek az igénynek az érvényesítésére, amely többek között oda is vezetett, hogy megint csak visszakanyarodva az egyik legszomorúbb egyébként időszakához, a magyar igazságszolgáltatásnak 2006 őszére, az ott ugye előzetesbe helyez,